Tegnap már elkezdtük az év értékelést Kuncze Gáborral, aztán az élet úgy hozta, hogy itt a nagy évértékelő tervünk közepette egyszer csak megláttam az interneten, hogy megjelent ez a bizonyos kormányhatározat a takarék szövetkezetek visszavásárlása utáni eladásáról, mert hogy megmentettük, visszavásároltuk, államosítottuk, és most a megmentés után eladjuk. És akkor az évértékelő gyakorlatilag innen indult ki. Most még nem láttam új hírt, de akármi lehet a beszélgetés közben, mert most Gyurcsány Ferenccel értékeljük az évet. Jó estét kívánok, üdvözlöm. De akár kezdhetjük ezzel is. Ön érti ezt a takarékszövetkezetes történetet? Nem nagyon... Tehát egy mumust én nem láttam, vagy nem nevezték meg, hogy ki vagy mi volt az, ami fenyegette a takarékszövetkezeti rendszert, ami miatt őket azonnal államosítani kellett, és jól megmenteni önnön maguktól, mert ugye ők voltak ennek a rendszernek, és most is, voltak akkor a tulajdonosai, és ők alkották. És akkor most megmentették őket, és akkor el lehet adni. Uh-huh. Nincs veszély. Nem is volt. De akkor ez miért jó? Hát egy veszély volt, nem az övék. Nem a hozzájuk tartozó köréké volt a takarékszövetkezeti rendszer, autonóm volt sok tekintetben, nem befolyásolható a mai hatalom által. Hát, hogyan mondják ezt elegánsan, ez ilyen barba trükk, amilyen volt egykor, ha ön, illetve a nézők emlékeznek, a 12 állami gazdaság, amelyet csináltak. Már emlegettem. Igen? Csak úgy látom, hogy Burány Sándor nem nagyon emlékezett rá, de lehet csak. Csináltak egy jól hangzó ideológiát, a vezetői és alkalmazotti tulajdonlást. Mára mindegyik valahol a hatalomnak kedves emberek, cégcsoportok kezébe van. Gyorsan emeltek itt tőkét, államosítottak annak érdekében, itt már a látszatra sem nagyon vigyáznak, pár hónappal, fél évvel később el fogják valakinek adni, vagy szemmel láthatóan saját körüknek, vagy előbb egy strómannak, én mondtam önnek, némi vitát is kiváltott egy fél évvel ezelőtt, hogy szerintem a mai miniszterelnök az ország egyik leggazdagabb embere, bár a vagyona jelentős részben nem a saját nevén van, hanem a környezete nevén van, gyanítom, itt is az fog történni, hogy ráteszik a kezüket erre a nagyon nagy értékre. Igen, csak ebben a kormányhatározatban és a közlönyben olvashatjuk, hogy előnyben kell részesíteni a takarékszövetkezeti piacot. Az imént beszéltem Dávid Ferenccel, aki azt mondta, hogy nyilván Demián Sándor nevében, hogy nagyon üdvözlik ezt a mostani lehetőséget, mert akkor megpróbálják visszavásárolni, ami az övéké volt, ha egyszer előnyben kell részesíteni a takarékszövetkezeti piacot. Csak nekem itt még az a másik mondat is hozzátartozik az előnyben részesítés mellé, hogy viszont annak kell eladni, aki a legtöbbet ajánlja. Hát persze. Hát nagyjából 131 néhány takarékszövetkezet van? Szerintem nem mondom rosszul. De Demiánék tömörítenek 70-et. És nagyjából 100 000 tag. Találnak közöttük olyat, akinek van takarékszövetkezeti háttere, aki majd fog majd tenni egy ajánlatot, ő lesz mondjuk az első tulajdonos, nagy tételt merek ráfogadni, hogy aztán előbb-utóbb kiköt valahol, már szemmel láthatóan is a mai miniszterelnök és garnitúrája közelében. Ez most ön szerint miről szól, amikor ilyen ügyekről beszélünk, hogy trafik, föld, kaszinó, akkor ugye az ellenzéki politikusok mindig megjegyzik, hogy ez nem csak, vagy nem a pénz, hanem a hatalom. Uh-huh. Tehát hatalom, hatalom, hatalom. De az, hogy most nekem van egy bankom, vagy az egyik jó cimbimnek van egy bankja, attól én miért lesz nekem nagyobb a hatalmam? Hát nézze, betétet gyűjteni és hitelezni, az hatalmas nagy befolyás a gazdaságban, hogy ki kap hitelt, milyen feltételekkel. A takarékszövetkezetek az OTP után a legnagyobb lakossági betétgyűjtők, hát ott vannak minden településen. Megalapozni hosszú távra a mai hatalom gazdasági hátországát, ahhoz nagyon jó egy általam befolyásolt, hozzám lojális, vagy éppen általam tulajdonolt bank, más pénzéből, a betétesek pénzéből finanszírozom a magam gyarapodását. Ezzel együtt könnyebb mindig megszerezni egy bankot, különösen állami segítséggel, mint később aztán megtartani és üzemeltetni. Lásd Postabank, lásd a 90-es évek elejének nagyon sok bank botránya. Ez egy nagyon nehéz, nagyon bonyolult műfaj. Könnyen lehet milliárdokat veszíteni, és akkor persze veszít rajta az összes betétes is. Még egy utolsó gondolat, mert kíváncsi vagyok a véleményére, ami nekem még itt a szemem megakadt a közlöny olvasása közben, hogy ugye nemzetközi pályázat, ez is jól hangzik. Hát itt aztán tényleg, aki ebbe fantáziát lát, láthat, nagyon sok településen van takarékszövetkezeti fiók, az pályázhat. Aki a legtöbbet ajánlja, az
magához veheti. Eddig egy ilyen nyíltnak és tisztának tűnik a dolog, de hát megmarad az integrációs szervezeten keresztül az állami kontroll. Ki az a piaci szereplő, vagy hát így belegondoltam magam, ami nehéz, ha én most piaci szereplő lennék, és azt mondanám, hogy ez nagy üzlet, viszont az állam az integrációs szervezetén keresztül engem abszolút vezérelhet és ugráltathat, vagy bármit tehet velem, hát lehet, hogy nem kapkodnék ezért az üzletért. Hát egyáltalán azt látjuk, hogy mai bankszektorban nagyobb az eladási vágy, kivonulni Magyarországról, nem mondjunk bankneveket, de hát aki olvassa a napi gazdasági sajtót, azt tud mondani itt nem is egy nevet, hanem többet, mint a vételi vágy, inkább menekülnek Magyarországról, inkább szűkítik a fiók hálózatot. Hát nagyon-nagyon csodálkoznak, hogy ilyen hangulatban pokoli nagy nemzetközi érdeklődés lenne, egy egyébként nemzetközi értelemben nem jelentős súlyú bank iránt. Az OTP Magyarország messze legnagyobb bankja is, hát nincsen az európai legnagyobb bankok között, a Takarékszövetkezeti Bank pedig hát egy kicsi közepes banknak számít. Na majd meglátjuk, és nagyon gyorsan meglátjuk, hiszen már decemberben már bizottság pályázat előkészítés, januárban kiír, március 30-ig meg kell kötni a szerződéseket. Valóban ez a dátum engem is arra a bizonyos 12 állami gazdaságra emlékeztetett valami miatt, de lehet, hogy csak a dátum miatt, vagy az is ugye a választások előtt pár nappal történt. Két forduló között. Na akkor nézzük ezt az év értékelést, most nagyon takarék szövetkezetekből indultunk ki, de akkor menjünk így kronológiában akár visszafele is. Hogy látja, akár ellenzék, akár kormánypár szempontjából, ország szempontjából, milyen évet hagyunk magunk mögött? Hát nagyon gyorsan három különböző dologról beszélnék. Az ország szempontjából szerintem folytatódott az elszigetelődés egy nagyon lehetetlen, sehova nem vezető útnak a folytatása gazdasági, társadalmi értelemben, ahol a választóink, a lakosság többsége az fáradt, apatikus, reménytelen, és tele van a hócipője a politikával, meg a közügyekkel, nem a köztársaság öntudatos állampolgáraiként tekintenek a közügyekre, hanem inkább eltávolodnak és behúzódnak a magánügyekbe. Ez drámai egyik oldalról. Ennek végig mehetnénk a számain is, ennek a történetnek, de szerintem a lelkiség ennek majdnem még fontosabb. Hiányzik az országból a belső erő. A kormány ezzel egy időben, bár én nem tudom megítélni, hogy igaz-e vagy sem, előttem a Hambandi voltak, mindenféle számokat mutatott itt önnek, hogy igazak ezek a számok, vagy sem, fogalmam sincsen, ilyen hangulatban kimond igazat egy ismeretlen véleménykutatónak, hát ki tudja azt, de én azt mondom, sajnos... Ez van, és ebből az, kell kiindulni. Igen, szóval azt minimálisan is mondhatjuk, az elmúlt egy évben ez a kormány stabilizálta, vagy javította a pozícióját a választók között, amit állati nehéz megérteni, még akkor is, hogyha legalább egy faktort ismerünk ebből, ez a rezsihazugságnak a faktora, hogy egy területen, minthogyha szociálisan érzékeny lenne, a kormányfő egyik főtanácsadója egészen odáig merészkedik a PIMASZ hazugságokban, hogy lassan a szociáldemokratának nevezze a miniszterelnököt ilyen intézkedések miatt. És a legjobb export terméknek. Igen, igen. Hát egy romlott áru azért ezt nyugodtan tegyük hozzá. Az ellenzék ebben az időszakban ugyanakkor nem tudta kihasználni, mi nem tudtuk kihasználni ezt a pozíciót. Összességében az elmúlt egy évben a mért támogatottságunk nem növekszik, miközben persze az a hangulat, amit én látok, az egy nagyon erősen kormányellenes hangulat, de nem akarok, hogy mondjam, annak az ellenzéki politikusnak a hibájába esni, aki a saját szövegeit visszahalva azt hiszi, hogy te úristen, nálunk van a többség. Ez azért csalók a kép, és mindenben megvan a csapdahelyzet. És ember legyen a talpán, aki ezeket a csapdákat megpróbálja, és ügyesen ki is tudja kerülni. De az, hogy ön ellenzéki politikusként milyen hangokat hall egy lakossági fórumon, az utcán, bárhova megy, valószínű, hogy nem az ellenségei fognak oda menni önhöz panaszkodni. Tehát akik oda mennek, biztos, hogy nagyon sokan vannak, de nem tudjuk, hogy mennyien vannak, akik nem mennek oda önhöz. Abszolút igaza van, abszolút igaza van. De az is igaz, és hogy egy nagyon egyszerű hétköznapi jelenségről meséljek. Soha nem találkoztam olyan választóval, aki azt mondta volna, hogy hát nézze, én magukra szavaztam 2010-ben, de maguk annyira szerencsétlenek és tökkelütöttek, hogy 14-ben, ha piros hó esik, akkor sem fogok magukra szavazni. Én nem találkozok. És nagyon sok olyannal találkozom, aki azt mondja, hogy hát szégyen, ide szégyen, oda én 10-ben,
a Fideszre szavaztam, de inkább levágatom a kezemet, mint hogy még egyszer ezt megtegyem. Miközben a kutatásokból ez nem látszik, és önnek igaza van, hogyha a medián mérése az helytálló, nem a medián manipulál, ebben egészen biztos vagyok. A választók szerintem időnként nem mondják meg, hogy mit gondolnak, hanem biztonsági játékot játszanak. De ha igaz lenne, akkor a Fidesznek ma annyi támogatója lenne, ez a bizonyos 37%, mint amennyivel brutálisan nyert 2010-ben. Ez majdnem 3 millió szavazó, és akkor 2 millió 9 körül volt nekik. Én ennek a nyomát nem látom az országban. Szóval itt valami biztosan nem stimmel, de kétségtelen. Hát ellenzéki politikusként könnyű helyzetben vagyok a kormányt bántani. Az világos, hogy mi ellenzéki politikusok és pártok a választók sokaságának igényét nem elégítjük ki, és ez nem jó. Igen, viszont ezeknek a számoknak a 37, és akkor utána szakadék, és jönnek a többiek. Ennek viszont lehet egy olyan hatása is, az ellenzéki pártok ebből akár profitálhatnak is, bármennyire furcsán hangzik ez a kijelentés, hiszen felrázhatja a választókat. Tehát aki elégedetlen, és eddig azt mondta, hogy mit tudom én, hát a Gyurcsány is mindig beszól, ultimátumot ad, a Mesterházi visszaszól, ultimátum, ez se jó, az se jó, és látja azt, hogy fölényes Fidesz győzelem is szinte már megfordíthatatlan, ami egyébként nem igaz, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy na jó, hát akkor ez most már nem játék, akkor mégis ilyen vagy olyan az ellenzék, de el kell menni szavazni. Tehát még motiváló erő is lehet egy ilyen rossz, az ellenzék számára rossz mérési eredmény. Nagyon kemény kampányra számítok. Azok, akik már nem foglalkoznak a politikával, azok jelentős része is a választás előtt utolsó 2 hónapban elkezdenek politikai műsorokat nézni. Azok a televíziók, amelyek nem foglalkoznak... Jó Istennek! Így fog történni? Azok a tévék, amelyek már nem nagyon foglalkoznak közélettel, azoknak lesznek választási műsoraik, és ha máskor nem, az utolsó hetekben oda fognak erre figyelni az emberek. Én is azt hiszem, hogyha valakinek van igazából szansza még választókat megszólítani, azok inkább mi vagyunk természetszerűleg, és természetesen az ilyen kurucos nép, mint a magyar, az nagyon szeret a hatalommal szemben szavazni. Visszaemlékezve 2002-re, biztos vagyok benne, hogy a Fideszt túlmérik bennünket meg, alulmérnek, de azért, hogy mondjam, ahhoz igen sokat kell nekünk még tenni, hogy az emberek értsék, hogy mivel nézünk szembe. Mi az elmúlt hónapokat eltöltöttük ezzel az összefogás mizériával, unják ők is, maga is, én is, valami ebben azért már lesz a végére, én szerintem. Keveset tudnak a választóink, hogy oké, és ha ti kormányoztok, abból mi lesz? Mit fogtok csinálni? És akkor most nem szimbolikus ügyekről beszélek, mint határon túliak, vagy mondjuk egyházpolitika. Mit fogtok csinálni a szociális ellátással, mi lesz az oktatásnak a helyzete, hogyan hozzátok ki a felsőoktatást ebből az ügyből, hogy állítjátok meg, hogy elmenjenek az orvosok és a nővérek, hogyha nincsen növekedés, mikor fog ide valakit befektetni, mit csináltok az adókkal, a járulékokkal. Erről nagyon-nagyon keveset tudnak ma a választók, miközben az MSZP-nek is együttnek is azért lényegesen több mondanivalója van már ma is, magunkról nem is beszélve, mondom szerintelenül, mint amennyiről hát ők tudhatnak, vagy ami eljutő hozzájuk. Hát én ezt a hétköznapi életben, a munkámmal kapcsolatban úgy érzékelem, hogy ha én például önt az ellenzéki összefogásról kérdezem, akkor az biztos, hogy fele-fele arányba úgy kapom a leveleket, hogy na, most megint ártott az ellenzéki összefogásnak, mert a Gyurcsány kérdezte. Utána, jaj, de jó, kérdezem már máskor is a Gyurcsányt. Ártott, kérdezze inkább a Mesterházit. Maga megőrült, hagyja már a Gyurcsányt, meg a Mesterházit, hívja már be a Bajnait. Iszonyatosan nagy zavart csinált az ellenzék a saját támogatói körében, és tehát valószínűleg egy igazi, már úgy igazi, hogy megrendíthetetlen jobboldali érzelmű szavazó ezen jókat mulat, mert hogy tényleg semmit nem kell csinálni az ő pártjának, csak hagyni magukat vitatkozni. Igen, hát nyilván dörzsölik is a tenyerükkel. Hát nézze, ők extra gyedről beszélnek, bár nem az ő programjukat akarom ebben az ügyben reklámozni. A tanároknak ősztől adott valamilyen plusz fizetésről beszélnek, azaz, hogy mit csinálnak, mi meg még nagyon sokszor még arról beszélünk, hogy mit kéne ahhoz csinálnunk, hogy majd arról beszélhessünk, hogy mit csinálnánk az országgal. Másik oldalról, én sokszor elmondtam, hogy olyan tök természetes, a hatalmi kérdések mindig felülírják a tartalmi kérdéseket. Amíg a hatalmi ügyekben nincsen rend, addig mindenki ezt kérdezi. Engem, ha megállítanak, és nyilván Attilát is, Gordont is, amikor jön-megy az utcán,
akkor az első mondat az, hogy ugye lesz összefogás. Nem azt mondják, hogy tényleg maga azt mondta, hogy a köztelevíziót megszüntetné, amit mi mostanában valamiért mondunk, vannak, mert tetszik, vannakinek nem tetszik, hogy sávos TB-rendszert vezetne be, részint talán nem is tud róla, de ha tudna is róla, jobban izgatja az, hogy lesztek abban a helyzetben, hogy megcsináljátok, vagy nem lesztek abban a helyzetben, ezért kéne ezt lezárni. Hát adja a jó Isten, meg a mi közös bölcsességünk, hogy karácsony előtti elegánsan fogalmazzak, hogy túl leszünk ezen. Végre valahára valamikor. Furcsa módon magához az összefogás kérdéshez tartozik az is, hogy mi történt Ásotthalom esetében is a választáson. Akkor, amikor tegnap a DK tagjukkal beszéltem, aki Torockai Lászlót támogatta, a kopogtató cédulát odaadta neki, és kérdeztem, hogy például nem hallottak semmiről, tehát nem hallottak azokról a szélsőséges mozgalmakról, amelyekben vagy részvevője volt, vagy alapítója, vagy vezetője, és azt mondta, hogy nem, és nem is érdekli őket. Ott azon a településen nekik az fontos, hogy volt a fideszes polgármester, csalódtak benne, megszabadultak tőle, nincs más, Torockai, őt nem szólt semmit a betyárseregről, nem cigányozott, nem zsidózott, tenni akar, megválasztjuk. Hát nyilván nem fogom én bántani ezt a kollégámat, aki ellen most éppen etikai vizsgálat zajlik. Inkább a jelenség izgat. Ez azt mutatja, hogy még az öntudatosabb, politizáló sokaság egy jelentős részében is. Az a fajta polgári öntudat, és ezt ne tekintse kritikának az érintett kollégánk, hogy értem, hogy az eszmék, elvek, azok mennyire meghatározó részei egy politikai közösség életének is, hogy ebben hol kötünk és hol nem kötünk kompromisszumot, és attól, hogy egy helyes munkatárs, mint ahogy ő ezt mondja, ugye együtt dolgozott vele valami munkahelyen, és egy helyes ember, ez nem írja felül azt, hogy egy közösség vezetőjeként több a dolga, mint hogy fölkapcsolja a közvilágítást, vagy lekapcsolja a közvilágítást. Hát képvisel valamilyen világot. És azzal mi nem érthetünk egyet. De képzelj el, hogyha ez az ember így gondolkodik. Aki mégiscsak érdeklődik a politika iránt. Hát párt tagja volt. Életében baloldali és tagként, nem csak szimpatizásként. Mit gondoljunk arról, hogy a politikával még kevésbé foglalkozok? Valóban értik-e, hogy mi miről beszélünk, mit gondolok, milyen az ország? És én is attól tartok, hogy nem nagyon. És nem érdekli őket sem betyársereg, sem sávos tévé, sem köztévé, hanem az, hogy... Ezért működik a rezsihazugság, látja például. Ezért. De ez nem a választók bűne, ez egy állati lassú folyamat lesz, mire hát sok-sok öntudatos demokrata fogja ezt a köztársaságot működtetni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én köszönöm.